Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis Fun Together játékot, és hamarosan közeledik egy újabb esemény, 3 nap múlva, úgyhogy már alig várom, azt mondja, hogy most így, a hét vége felé, közepe és vége közötti időszakban, és nem tudom, hogy mi lesz. Ugye az előzőről majdnem lekéstem, igaz, két tárgyat nem tudtam beszerezni, csak 4-et, segítséggel persze. De most úgy gondoltam, hogy igen, 4 napja voltam bent. Igen, gondolom. Ezt mutatja. És akkor most tél van, és ugye van itt egy, amit még nem tudok, de azért ezt így köszönöm. Hát van jó sok állat. Igen, és igen, nézzük meg, hogy ezek mikor. Ó, hát ezek még nagyon soká jönnek. Hát ez is csak, mindegy, tessük meg az állatokat. És hát ha tudok. Hát most tulajdonképpen a napszámosaim így csinálják a napi küldetéseket. Ezért így ezeket. Idei nem érnek el. Sajnos. Na most csak egy ilyen kis rövidke videó lesz. Meg szerintem mindenképpen azt szeretném megcsinálni, hogy hogy legalább az utolsó tea növényeimet elhelyezzem, ugye az úgy 40 darab, és akkor annak is teljes lesz így a új, itt elég sok, na itt van dolguk, szóval így szó se róla. Köszönjük. Na hát a király pulykák azok, hát az még a 4-5 menet, 4 menet. És akkor nem tudok több ilyen küldetést fölvenni. Nézzük meg. De, tudok. Na, hát reménykedjünk benne, hogy jó küldetést fog kapni. Na nézzük, közepes. Ló, Nandu, napraforgó. Na, abból van, de már megint állatos, ugye? Szokásos, állatos. Mindegy. Ez tulajdonképpen mindjárt meg lesz. Csak 2 kell. Hát ez a király, igen, ez olyan 4-nél kevesebb. Ez is egyszer, igen. Jó, hát akkor napraforgó. Az itt dugig van. Szó szerint. Na nézzük akkor. Itt vannak a napraforgók. És helyettük mit is rakjak? Hát már ilyen régen nem volt, retek. Hú, mennyi napra forgó, azt a mindenit. Ez most csak egy ilyen rövid, laza. Farm Together-es videó lesz. Szétnézek, és ahogy így tavasz lesz, mindenképpen ő. Azokat a
Így is mondja. Mondja. Nem jut eszembe. Mindegy, majd eszembe jut van. A bambuszokat le kell nyírnom. Ja, igen, az. Igen, a bambusz. Ezt a részt még megcsinálom. Az kell is, az mindig. Jó. Hát még egy terület. Még egy területet kell megcsinálnom, mondjuk ezt. És már meg is van annak a forgó. Na még itt ezt a területet így. Ja. Hát igen, tulajdonképpen a sárga barack kell, és ez a meg jó sok állat. De azokat a napszámosaim meg tudják csinálni. Hova is menjünk? Nézzük csak meg. Kellene... hát nézzük meg itt ezeket az ementes növényeket. Azért ezeket is érdemes feltúringolni egy kicsit. Mert még nagyon alacsony szintűek. És ugye lehet, hogy most kivételesen... Melyik az ajándékboltokhoz? A jacuzzi, mit szóltok hozzá? Nagyon menő. Menő a manó. Meg ez a... meditációs szőnyeg. Hát, ez nagyon jó. Na. Hú, GG magamnak. Szintet értem. Juhú, ez jó. Nem is hittem volna, hogy szintet lépek. Meg lehet, hogy még így megnézem, hogy milyen cuccok vannak így a házban. Mert lehet, hogy egy szobát berendezek. Már úgyis régen csináltam. Na még ezt megcsinálom. Jók ezek a világítós gombák. Nem is hittem volna, hogy tudok itt. Ez az a sátor. Ja, sajtot, azt mindenképpen.
De itt még nagy terület van. Nem, már nem akkora. Na akkor. Kell a sajt azért, 10 darab az bőven elegendő. Ugye ott vannak az ajándékboltok, de még szerintem a tulipánok a... Tudjátok mit? Nem tulipánozunk. Most kivételesen egyszer így végigmegyünk a ajándékboltokon. De még mielőtt az ajándékboltokat csinálnánk, először innunk kell egy kicsit. Hogy erőt hagyjak magamnak. Ó, van egy üres hely, ahol a kutyus van. Hát az hogy lehetséges? Akkor mindjárt nézzünk valamit. Hát nem, ilyet nem lehet tenni oda. Hát... Hát nem is tudom. Mit szólnátok egy farakáshoz, vagy... Hogy valami pihenőhely legyen? Hát, ez jól néz ki. Nézzük csak meg. Egy óra, ez nem rossz ide. Húha. Na, ez jó. Jó világít este. Na jó, akkor kezdjünk is neki. Bár az időt nem lehet látni, olyan vakító az a világítás. És akkor veszünk pár vörös tea növényt. Azt hiszem 78 van ezekből a ajándékboltokból. Mert ugye a tankoló hely az úgy elvesz helyet. Ezeken gyorsan végigmegyek, utána megyek a tulipánokat leszedem. És utána, amikor a tulipánok megvannak, akkor veszek néhány vörös növényt, bár nem tudom 100%-osan ugye azt a 40 darabot beszerezni, de a nagyom az meg lesz. Lehet, hogy még ki is egészítem, és akkor meg lesz ugyan 40, de most ezt így, ezt a 70 valahány darab bilétát beszerzem pénzbe.
De még így is ugye 300 millió fölé, fölött lesz, hogy marad az összeg. Ami tök jó. Na és akkor az utolsó oldal, sor, hanem megnézzük a tulipának. Jó ez a farm, szeretem. És mindjárt tavasz lesz, úgyhogy mindjárt a bambuszokat le lehet gyakni. Na jó, ez megvan, és most fogok ide menni. Na látjátok, megvan. És még szintet is léptem vele. Na, ez megvan. Jó, bambusz. Ez jó. És akkor... mit is akartam, jó? Tulipánok. Szintet lépett. Mert szerintem most mindegyik szintet fog lépni. Mind az ötféle tulipán. Az nagyon jó. Látjátok? Látjátok, amit én? Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Ez, hogyha nem itt lép szintet, akkor a másik oldalon fog. Eddig az ötből kettő szintet lépett tulipánokból, és ez jó. Már kevesebb, mint 100 darab biléta kell a tea növényekhez. Ami a játékosoknak egy jó kis boost, mert sok bilét, vagyis hogy sok XP-t ad. Na, látjátok? Az 5-ből 3 szintet lép. Na, a sárga is szintet lépett, ez jó. Na, látjátok, ha nem itt, akkor ott fog szintet lépni. Na, nézzük. Már csak a fehérnek kell szintet lépnie. Hát ez nem lépett szintet. Na mindegy, hát a fehér az sajnos. De van még fehér, úgyhogy még az, ő még szintet léphet.
tudjátok, van ott lejjebb egy terület, ahol a feketék és a fehér tulipán így együtt egymás mellett van. Na majd figyeljétek. Jó? Menjünk erre. Na és itt van ugye a fekete tulipán. Azért sem hagyom, hogy egy se maradjon ki ugye a szintlépésből. Úgyhogy a fehér az most szintet fog lépni. Na, mégis összejött. Mondtam ilyen. Csak kellett egy kis adag még. Jó, akkor nézzük, mit is akartam. Ja, a növényeket. Mert ugye már csak itt kell, hogy legyen. Na, nézzük. Lehet, hogy nem teljes lesz még, de... De kiszámoljuk majd később, hogy mennyit kell még. Nem? Ez kell nekem. Jó. Jó, akkor azt mondja, hogy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. 14. Pillanat. Jól számoltam. Igen, 14. 84 kell. Aha. Hát akkor még egy gyors menet. És utána még egy kicsi. Menjünk az ajándékboltokhoz. És akkor... így gyorsan megcsinálom. Tudom, lehet, hogy most így 300 millió alá megyünk, de ez muszáj, ezt a 12 darabot. Ja nem, már csak egyszer kell végigmennem, mert van 6 darab. És akkor lehet, hogy teljesen lenullázom. Na mindegy. Ugye milyen jó ez az óra. Van még egy óra lejjebb. Most följebb? Följebb, de a másik oldalon. Ha jól tudom. Ma akkora a farmom, hogy már azt se tudom, hogy meg mint. Most már ugye minden ötödik napon ez a videó. A felével meg vagyok. Lehet, hogy 300 fölött még lesz. Nagyon úgy tűnik. Mm-hmm.
Ez az. Jó csinálom. Kell a formulás, hogy így meglegyen az a 12 darab teanövény. És utána a komplett lesz. Örülök ennek. Tényleg meg kell néznem, hogy a sárga barackok azok, hogy az csak nyáron termelődnek. Mindjárt megnézem majd. Na, azt mondja, hogy igen, és szerintem pont meg lesz. Tökéletes. Ezzel, hála Istennek, teljesen megcsináltam így a... Ez az, megvan, megvan, mit szóltok hozzá? Hát ez fantasztikus. Király, 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 király. Nézzük csak meg. Nem, ez nyáron fog. De az még 6 perc, menjünk, megnézzük a házakat. És akkor... ez meg az itt. Házak. Házak, házak. Na nézzük. Pingáljuk. Tan 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 tan. Jó. Sajtolta. Készülődik a következő, már jó lesz. És akkor itt van ez a kedves kis ágyikó, ez lesz a hálószoba. Nézzük meg, hogy van-e valami a hálószobákhoz. Könyveszekrény. Ó! Oh. Ezt muszáj. Menő, nagyon menő. Ez mondjuk jó lehet. Éjjeli szekrény. Ez jó lesz. Kettőt. Egyiket ide. És akkor rá a lámpát. Radiátor is kellene. Még ne fázzon itt nekem senki. Mondjuk ez jobban néz ki. Lámpa, kerek, mennyezeti lámpa. Ez még úgy jó.
Ide egy, és akkor egy, kettő, három, négy. Szerintem ez így jó lesz. Szőnyeg. Nagy perzsa szőnyeg. Hú, ez ilyen nagy. Mondjuk ez ide nem rossz. Így. Aj, de jól néz ki, oda süssetek. Hát de menő. De ez milyen jól néz ki. Nincs csak... Ó, kandalló. De van, izé, radiátor. Nem kell kandalni. Szerintem ezt így ki lehetne. És helyette egy ilyet. Mit szóltok hozzá? Hát nem menő. Na, akkor nézzük meg, hogy még miket lehetne. Ez mondjuk... Ez micsoda? Szekrény. Koros szekrény. Aha. Diófa asztal. Aha. Ez jó. Kávézóasztal. Ú, ez jó. Szólnátok egy ilyenhez. És akkor... kanapét ide. És akkor... ehhez nincs... Mindegy, jó lesz ez. TV nincs valahol, a TV. Bár... jó. TV, ez az. És van futópad, azt a mindenit. Jó, akkor egy ilyen lesz, ezt jó. Jó. És akkor... aha. Ilyen futópad is, az kell. Szerintem azt máshova kellene raknom. Ide.
Futópad, de jó! Hát ez állati jó! Ja, tényleg ő... Fényképező mód. Igen. Hoppá! Ez az. Na, jó ez. Hát ez nagyon jó. Ja, hol vagyok? Hol van? Há, itt vagy. Na, képek kellenek. Képek. Nyilvánvaló, hogy egy órát rakunk, de hova is? Hova is? Ide. Igen. Polc könyvekkel. Ez jó. Ez az. Kincses, ez jó. Törölköző tartunk mindegy. Aha. De jól néz ki, tényleg. Hát ez ruhás bőr. Nagyon menő. Nem, szerintem így. Ide kellene egy dobozos, és a másiknál pedig egy könyves. És milyen otthonos lett. Még ide kellene egy kép. Vagy naptár, tényleg. Hol van a naptár? Így legalább tudjuk, hogy igen, jó. Be van rendezve egy hálószoba. Jó, szerintem. Jaj, ezt ki kell próbálni. Jó, oké. Felrázott. Na, akkor most csináljuk meg. Ez a futópados, ez nagyon jó volt. Kipróbálhattam. Jó, ez megvan. Akkor volt ez. Ugye ebből 60 darab van. Jó, ez megvan. Is van. Itt is kell lennie.
Igen. Akkor vannak itt. Ilyen elszórtan vannak, szóval így nehéz lesz a dolog. Jó. Ott vannak. Jó. Itt megvolt, itt megvolt, itt is most megvolt. Itt is van pár. Csak az a baj, hogy úgy el vannak dugva, hogy nehéz megtalálni őket ezen a nagy térképen. Van még. Csak mert nehéz megtalálni. Á, ott vannak. Erre kell mennem. Ez nem az. Ez lesz az. Nem könnyű. Na mindegy, menjünk a raktárba szintezni. Ó, gyümölcs, nagyszerű. Azért ezt is így megcsinálom. Ezt nem fogom megvárni, a szódziher.
Sajnos így nem nagyon tudom. Na szerintem mindent megcsináltam. Na mindegy, szerintem még gyorsan a házakat így megcsinálom az ilyen zongorázás, meg ilyesmi. Ó, ez már kész is van. Jó, oké, megvan. De az a... Jól néz ki egyébként. Ja. Robot. Jó, ez megvan. Most megyek a parasztházba. Ez itt lesz. Ott van, itt van. Pingáljunk egyet, rújni. Tan 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 tan. Na, ez a fürdőszoba lesz. Ez lesz majd itt. Na. Szerintem mára be is fejezzük. Úgyhogy nagyon jó volt. És végre be tudtam fejezni a tea növényes területet. És 3 nap múlva szerintem úgy csinálom, hogy a következő videó már az eventes nap lesz. Igen, most egy kis szünet lesz. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!